Városnapja. A színes programok mellett forgalomkorlátozásra is számítani kell. Nem cél a bezárás. Nehéz helyzetben a városvezetés. Szeptember 19-én döntenek a vízműről és az önkormányzati intézményekről. Aranyos kajakos. Októberig itthon készül a világbajnok Kiskó Réka. Jó estét kívánok, Vuk, Anita vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója szeptember 8-án csütörtökön. Jöjjenek a részletek! A cél semmiképpen sem az, hogy bezárjunk városi intézményeket. Hangsúlyozta Horváth Jácint az éve frakció vezető helyettese a közgyűlést követő interjúban. Mint arról már beszámoltunk, 622 millió forint hiányzik a költségvetésből az elszabaduló energia árak miatt. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Sperbank csőd miatti kártalanítást még mindig nem kapta meg a város. Az intézményeket érintő megszorításokról 19-én döntenek a frakciók. Nem a szociális szférában kellene árakat emelni, hanem hogyha az önkormányzatnak pénzre van szüksége, akkor más területeken akár, és elhibázott döntés az, hogy a szociális területen ilyen mértékű áremeléseket akarnak önök megszavazni. Ahogy az várható is volt, a Nessin napi emelését sem hagyta szó nélkül a Fidesz frakció. Az éve részéről Horvát Jácint és az előterjesztő Sautó Marciát is hangsúlyozta, csak így lehet kompenzálni az energiárakat, ráadásul a kormány magára hagyta ezt a szférát, ezért az intézmények sorra önkormányzati segítséget kérnek a túléréshez. A 4500 forintos költséget pedig leegyeztették az érintettekkel, ami ráadásul még így is olcsóbb, mint a környékbeli otthonok többsége. A mi esetünkben nyilvánvaló, hogy ö, ö, a fennálló hiány miatt ö, a költségvetés mindenképp át kell tervezni, és be kell tervezni ezt a pluszköltséget, illetve hát egy részét az ellátottakra kell áthárítani. Tehát ez egy kompromisszumos megoldás. Gyakorlatilag túl nagy költséget nem akartunk áthárítani. abban reménykedünk, hogy vagy a normatív támogatás emelésével javul a finanszírozás, vagy pedig az önkormányzatoknak a támogatásával. Már a ülésen is elfogadhatták volna a városi cégeket érintő lépéseket, de a napi rend az évek képviselői szerint nem tartalmazott konkrétumokat. Balog László polgármester kiemelte, a többséget az ötpárti koalíció adja, ők irányítják a várost, ne akarjanak kivújni a nehéz döntések alól. A városvezetői felelősség igenis, kimondva, jogszabályi sorokban is az a az a, a városvezető frakciói, a városvezetői közgyűlési többségé, amely a tulajdonosi bizottsághoz van ö, ö, koncentrálva. Fodor Csaba és Horváth Jácint is leszögezte, az apparátus és az utasítási jogkör is a polgármesternél és az alpolgármesternél van, így elvárható lett volna, hogy végezzék a dolgokat, és egy javaslatcsomaggal álljanak elő a sorosülésen. Ez nem történt meg, így a döntés másfél hetet biztosan csúszik. A cél nem az, hogy bezárjunk, tehát semmiképpen sem az, hogy bezárjunk intézményeket vagy, vagy létesítményeket, hanem, hanem az, hogy, hogy valamilyen racionalitás mellett tudjuk őket működtetni továbbra is. Öm, az, hogy erre lesz a lehetőség a következő hetekben derül ki a számok alapján. Sajnos a mai polgármesterváltat elénk tett előterjesztés nem volt arra alkalmas, hogy, hogy erről érdemben tárgyaljuk, hiszen, hiszen egyrészt nem volt összesítve sem. Egyik oldalról, másik oldalról pedig, pedig nem volt ö, ö, megoldási javaslatok sem kidolgozva, amit vártunk volna a mai közülésre már. Szintén falsúlyos határozat lehetett volna a vízmű átadása az államnak, de a végső döntést ez esetben is elnapolták a képviselők. A vita során Horváth Játszint vezetett elő egy kérdéssort, amiben válaszokat akartak kapni például arra, hogy megmarad-e a kanizsai székhely, és számítani kell -e leépítésekre, ha az állam átveszi a céget. Ezt Bizzer András felesleges lépésnek minősítette. Hatékonyságbeli kérdésekbe is már belemennek, és, és egyszerűen meg akarják tiltani, hogy ilyen ne legyen a következő öt évben és a többi. Szerintem olyan garanciákat vállalnak, vagy akarnak önök, hogy vállaljon az állam, amit egyszerűen nem lehet teljesíteni, és én attól tartok, hogy gyakorlatilag mondva csinált indokokat kreálnak most arra vonatkoztatva, hogy aztán rossz döntést hozzanak, és hogy ne adják át az államnak a vízművet. Viszont ez azt fogja jelenteni a városunk számára szerintem, hogy gyakorlatilag csődközeli helyzetbe fogunk kerülni. A felsorolásban szerepel még az is, hogy a kanizsán már halaszthatatlanná váló felújításokra vállaljon garanciát az állam. Ahhoz, hogy döntést tudjunk hozni, ahhoz információra van szükségünk. Jelenleg azt mondja az állam, hogy átveszi a vízművet. A, bocsánat, a, a, nem is a vízművet, hanem a, a nagykanizsai vízi közmű tudja, ami a, a, föld alatt van, vagy a szennyvízszerep, vagy minden, ami ugye a víz, víz át és így tovább, és így tovább. Önkéntesen adjuk ezt át, nyilván ezt kéri tőlünk, és ingyenesen, tehát ezért nem most semmit. Ez egy 13, több mint 13 milliárd forintos vagyonról beszélünk ugye jelen pillanatban. Azt mondja, hogy ezt ő átveszi, és csupán annyit vállal, hogy idén végéig ezt Nullára hozza. Több nyitott kérdés is maradt így a ciklus egyik legsúlyosabb közgyűlésére. 19-én napirendnél lesznek az energiaválság miatti intézkedések, a vízműváltadása, és Balog Lászlónak választ kell hozni a modern városok program helyzetéről is, hiszen a beígért konferencia központ területét, ami most a 19-es parkoló, hasznosítani szeretné az éve, ha az állam visszavonja a 2015-ben szignozott beruházást. Adásunk pillanatában is zajlanak a Városnapja előkészületei. A rendezvényt 2019 után tudják ismét megtartani a belvárosban. A szervezők számos programmal készülnek a közönségnek. Mások mellett Geszti Péter, az Anna and the Barbies és a Balkan Fanatik szórakoztatja majd a közönséget az Erzsébet téren, a ma még csak épülő színpadon. A kanizsai és környékbeli kulturális egyesületek is készülnek külön műsorral. Az útmenti standokon helyi termelők kínálhatják portékájukat. A programban a gyermekek számára egy külön játékszigetet alakítanak ki, és az egészséges életmódot is népszerűsítik. A gyerekeknek interaktív játszóházakkal készülünk, kézműves játszóházzal a Kanizsai Kulturális Központ munkatársainak a nyóvoltából, illetve egy érdekesség és egy meglepetés is készül holnap délután a Kanizsai Kulturális Központ székhelyintézményében intézményében a Hevesi Sándor Művelődési Központban működő társasjáték klub is szeretne kitelepülni, és szeretettel várjuk 16 órától a társasjátékozni vágyó kicsiket, nagyokat, egészen 3tól 103 éves korig. Ezen kívül a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai szervezetének munkatársai 16 és 18 óra között ingyeres vérnyomás, vércukor és testsérmérést is végeznek. Útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra és a forgalmi rend változására kell számítania a nagykanizsaiaknak a városnapja miatt Ma estétől. A rendőrség fokozott figyelmet kér az autósoktól az Ötvös és a Deák tér, valamint a Király úti körforgalom környékén. Ma 18 órától lépnek életbe azok a korlátozások, amelyek meghatározzák a belváros közlekedését a következő két napban. Az autóbuszok terelő útvonalon közlekednek majd pénteken és szombaton. Az útvonalok az Ötvös teret, a Deák teret, a Királyúti körforgalmat, valamint a Kalmár utcai autóbuszpályaudvart is érintik. A délzalai áruház előtti megállóhelyét az Rinyi utcában kialakított ideiglenes megállóhely veszi át. A forgalomkorlátozásokról Csíber Benjamin, az Alamegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense tájékoztatta híradónkat. A változások teljes listája megtalálható a polisz.hu weboldalon és a Kanizsa újság honlapján. Az Alamegyei Rendőrfőkapitányság értesíti a Nagykanizsán közlekedőket, rendezvény a szeptember 8-án csütörtök 18 órától egész szeptember 14-én, tehát vasárnap reggel 5 óráig útlezárások és forgalomkorlátozások várhatóak az Erzsébet téren és környékén. Tilos lesz közlekedni és parkolni az Erzsébet tér nyugati és keleti oldalán, illetve a Főút, Záda utca és Sugár út közötti szakaszát is lezárják. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rendszerint fokozott figyelemmel közlekedjenek most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Keresztúri fények Megnyílt a tanév első kiállítása a Hevesiben. Aranyos kajakos Októberig itthon készül a világbajnok Kiskóréka. Megnyílt a tanév első kiállítása a Hevesi iskola galériájában. Keresztúri Kardos Árpád fotókkal és versekkel lépett a nagy közönség elé. A kiállítás már a tanévnyitón fogadta a hevesi iskola diákjait, így ők már ismerkedhettek a tárlat anyagával. Ezen az első kiállításon egy nagykanizsai alkotónak lesz a kiállítása. Kardos Árpádnak, aki egyébként a vezetékneve elé még odavette egy művész nevet, a Keresztúri nevet, Keresztúri Kardos Árpád. Ezt azért tette, mert ő elsősorban természetfotós, és az egyik kedvenc területe, Murakeresztúr környéke, Zákány örtilos környéke, tehát a Murakeresztúr Kereszt, Mura környék, így lett Keresztúri Kardos Árpád a választott neve. A művész a fotóhét kiegészíti a versbe foglalt gondolataival, így a kettő olyannyira kiegészíti egymást, hogy sokkal többet ad és mond a szemlélődőnek, hangsúlyozta Lengyák István. Szerinte keresztúri kardos Árpád igazi emberséges ember, aki folyamatosan keresi a maga belső egyensúlyát, ezáltal adhat is valamit a körülötte lévőknek. A fotózás az mindig a véremben volt, nagyon-nagyon régóta, Persze nem volt alkalmam mindig állandóan fotózni, de amikor csak tettem, azért fotóztam. Az irodalmat szerettem mindig, a, nem csak a verseket, mindent. De eszemben sem jutott, hogy én valaha verset fogok írni. Meg sem fordult a fejembe. Három éve körülbelül kezdődött az, hogy egy fotóm mellé valahogy írtam egy ilyen kis négy soros. Ez volt a kezdet, amit aztán annyira megkedveltek az alkotó ismerősei, barátai, hogy támogatásuk, biztatásuk után ma már e módon áll a nagy közönség elé. A Hevesi Galériában látható gyűjtemény két-három év termése. Termőre fordult a tündérkert a csónakázótónál. Három évvel ezelőtt, októberben 13 közösség 13 csemete ültetését vállalta, ezzel tisztelegve az aradi vértanúk emléke előtt. Ezek a fotók őrzik a facsemeték ültetését. A Tóri Vitézlő Oskola kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak, így alakult ki a tündérkert. A fák tövében lévő táblák emlékeztetnek az ültetőkre és a növények fajtájára. Valóban sikertörténetként kezelhetjük, hogy a legtöbb fa megmaradt, tehát tíz fa még mindig él, és van közt termő is. Így ennyi évtávlatából mondhatjuk, hogy az az akkori kis ünnep, az a kis beavatási szertartás beérett, és hogyha Isten is úgy akarja, lehet, hogy tíz év múlva, vagy mondjuk hét év múlva, amikor tíz évesek lesznek ezek a fák, akkor ismét egy kicsit ünnepelhetünk itt, és az életet szolgáló gyümölcsökkel együtt itt örülhetünk a megmaradásnak. A tíz megmaradt fa növekedése is különlegesen alakult, árulta el az gazda. Amikor ültettük, talán nem is volt annyira tudatos, de a nyugdíjas klubé került középre. És hát mégiscsak a nyugdíjasaink, a mi felmenőink, a mi gyökereink, hát az a falett a legnagyobb. Talán azért is, mert ők voltak, akik a legnagyobb szeretettel gondozták az elmúlt három évben de ezt jó látni, hogy itt középen a legnagyobb fa a nyugdíjasoké. A Túri Vitéz fája pedig azért érdekes, mert nem az oltvány, hanem az alany hajtott ki, árulta el Vörös András. Termőre pedig idén a birsalma és a pogácsalma fordult. Októberig itthon készül és pihen kiskoréka. A kanizsai kajakos szerezte a magyar csapat első érmét az ifjúsági és U23-as világbajnokságon. A 200 méteren elért ezüst után Réka vezér-evezősként segítette világbajnoki címhez az ifjúsági női négyest 500 méteren. Mindezek mellett még egy hatodik helyet is begyűjtött a tehetség. Lassan kezdi megszokni a világbajnoki aranyakat a nyakában kiskoréka hiszen a négyes tagjaként 2021-ben már kétszer felállhatott a dobogó legtetejére. Múlt héten sem tudták őket megszorítani, majd egy hajóval előzték meg a második helyen végző német egységet. Sos sincs olyan, hogy papírforma, de igen, nagyon bíztunk abban, hogy nyerni fogunk. Nagyon jóba voltunk a lányokkal, mert egészen tavaszi edzőtáborok óta készültünk, és gyakoroltuk ezt a négyest, és hát igazából nagyon jó volt, úgyhogy nagyon jó pályát tudtunk jönni, és így aranyat tudtunk nyerni. Forgatásunkkal próbálta ki először réke az új hajóját. A fiatal sportoló egyeniben 200 méteren szerzett egy ezüstöt a vévén, 500 méteren pedig hatodik lett. Utóbbi eredményével nem volt maradék tanul megelégedve. Ebben dolgozunk majd a következő évben, és szeretném, hogyha minden jobb lenne. Úgy éreztem, hogy túlságosan meg akartam ezt az 500 métert csinálni, és talán elgörcsöltem, és azért lett ilyen rossz idézőjelben, mert nem mondanám rossznak azt, hogy egy világbajnokságon hatodik vagyok. Októberben kezdi csapatánál a ks a felkészülést Réka. A következő szezon céljai közé sorolta a világbajnok sportoló az 23 as 4 esbe való bekerülést, és azt, hogy felnőtt versenyeken is bizonyítson. Megkezdte őszi pálya edzéseit a Kanizsai Futóklub. A szerda esti tréninget a mindenki sportpályáján tartották. A cél az egészségmegőrzés és a rendszeres mozgás népszerűsítése. Bemelegítő gyakorlatokkal kezdtek a jelenlévők, ennek része volt a kényelmes tempójú futás és a végtagok átmozgatása, majd jöhettek a sprintek. Az edzésekre bárkit szívesen várnak, aki szeretne társaságban mozogni bárki jöhet, aki klubtag vagy nem klubtag. A lényeg az, hogy általában szerdánként vannak az edzéseink, jellemzően 6 órakor nyári időben csóton vagyunk, és csótókörök vannak. Ilyenkor, amikor az iskola elkezdődik, akkor pályaedzésre váltunk. Itt, amíg jó idő van, akkor itt megtalálhatók vagyunk, és akkor az őszi rossz időbe általában pedig a Batyányi iskolába fogunk teremedzést tartani. A programon többnyire fiatalok vettek részt, de jó néhány idősebb tag sem hagyta ki a szezon első pályaedzését. Az edzés célja a futás támogatása. Olyan gimnastikai és atlétikai feladatokat csinálunk, amivel a futók a mozgáskultúrájukat fejleszthetik, az elméjüket fejleszthetik, a testük állapotát fejleszthetik. Tehát az a cél, hogy a rendszeres mozgás beépüljön a futók életébe, a diákok életébe, hogy láthatjuk itt a képeken, szép számmal vannak fiatalok is. Illetve hát ne felejtkezzünk meg az idősebb korosztályról sem, közel 70 évig bezárólag a tagjaink között vannak ilyen korúak, és itt is szerepelnek. Léhard Zoltán hozzátette, a jövőben is rendszeresen rendeznek közösségi eseményeket, mint például a Halloweeni vagy az új udvari karácsonyi futás. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Városnapja! A színes programok mellett forgalomkorlátozásra is számítani kell. Nem cél a bezárás. Nehéz helyzetben a városvezetés. Szeptember 19-én döntenek a vízműről és az önkormányzati intézményekről. Aranyos kajakos. Októberig itthon készül a világbajnok Kiskó Réka. Ez volt a Kanizsa TV híradója szeptember 8-án csütörtökön. Híreinket megtalálják hollapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!